hogy ment a meló? Privát tánc, ötös asztal, ne menj közel. A fickónak húgyszaga van és kampó keze. Velem egy díler, ne jó pofisszon. Van egy piti adag a legjobb minőségű Joe-ból Mexikóban. Szállítsd le nekem vasárnapig, törlöm az adósságodat, sőt... Kevés vagyok hozzá. Kurvára nem te döntesz. Hát ez meg mi a lófasz? Ja, bálnám. Sok pénzt keresek. Biztos, hogy meg fognak nézni a határon. Átszáznod kéne magad. Bane, legyek Batman. Húzzak maszkot, nincs narkó a kocsiban. Szuperhős nem csinál ilyet. Akarsz keresni 10 rugót? Narkót hozol át? Nem hozom át, átcsempészem. Ha egyedül mennék, rögtön lebuknék. De ha van egy családom, akkor nem piszkálnak. Te leszel a feleségem. Kell egy csaj, ha nem találsz valakit, akkor cseszhetjük. Kelni, bemutatom a nővéredet. Mindig is vágytam egy nővérre. Szakadj le róla. Vegyetek új cuccokat, hogy úgy nézzetek ki, mintha lett volna a gyerekszobátok. Ő a fiam, Kenny Miller, a tüneményes kislányom el... Casey? Jézusom. Lássuk azt a kevéske Joe-t, amiről mindenki dumál. Kis csomagról volt szó. Annyi dzsanga van a kocsiban, hogy egy fél város betépne tőle. Jön. Ez is része a tervnek? Nyugodtan megaludhatnak nálunk ma éjjel. Sok év házasság után az ember vágyik a változatosságra. Én még soha nem voltam nővel. Akkor itt az ideje. Akkor mehet a swing. Igen. Most figyelj. I'll touch you if you touch me. Hey little lady, don't you say maybe. Then I can leave. Ez kell a nyárhoz. Jó fej családod van. Rakéta. Tudom már mi ez, uborka? Tök érdekesek. Egy nagy méretes dakó. Ez egy gördeszka. Gördeszka, igen. Hát persze. Egy nagy szőrös gördeszka. Levelézzetek. Még fogadóbizottság is van. Most meghaltok. Az egész család. Mi is vagyunk igazi család. A feleségem. Striptease táncos nő. Oké, okay, hadd lássam. Get naked, shake your money maker. Baby, I'ma show you how to. Több tiszteletet, mi az anyád? Családi üzelmek. Majdnem megöltek. Futás, futás! Kennyt megtámadt egy mérges pók. Mi van? Mennyire súlyos? Hey, srácok! Egy kis győzelmi zene! I seen a rainbow yesterday, but too many storms have come and gone, leaving a trace of not what God given me. Is it because my life in 10 shades of gray? I pray all 10 fade away, seldom praising for the sunny day. Get money maker, baby, I'ma show you how to. Számát sem tudom, hányszor próbáltak már végérvényesen kiiktatni. Szóval ebben nincs semmi újdonság. Fejvadászok. 10 éve vadászom Riddickre. Ő az eddigi legveszélyesebb célpont. Megduplázták a vérdíjat. Dobozba fogom tenni a fejedet ebbe! Tehát megint vérre megy a harc. Ez az ember lát a sötétben. Szóval mindig legyetek résen. Mi ez? Riddick! -1. -3. Tudjátok, hogy mi lesz a vége. Újra! Fogjátok le! Mi történik? Végetek. Jó, engedjük szabadon. Uralt a sötétséget. Riddick. Nem félsz a sötéttől, ugye? A pincébe tartunk, ahol magától kinyílt egy ajtó. Jelezd, ha kommunikálni akarsz velünk.
Szellemvadászok, paranormalitás kutatók. De egyébként csak egyszerűen Ed és Lorraine Warren vagyunk. Ez a film az ő élményeiken alapul. A több ezer esetük közt akadt egy, ami olyan megrázó volt, hogy titokban tartották. Valaki beszélni akar magukkal. Mindmáig. Valami szörnyű történik nálam. A Fűrész rendezőjének filmje. 1971. november 1. Az itt jelenlévő Caroline Perron és családja természetfeletti eseményeket tapasztalt. Érzel valamit, kedvesem? Valami borzalmas dolog történt itt. Micsoda? Minden, amit Lorraine lát, érez, érint, nyomot hagy benne. Elraktározódik. Rengeteg szellem van a házukban, de egy közülük nagyon aggaszt engem, mert tele van gyűlölettel. Nem álltok! El kell mennünk! Az sem segít. Ez a valami a családjukhoz kötődik. Nem megszállottság. Sose láttunk még ilyet, atya. Hanem az igazság. Veled megyek. Nem, nem veszthetlek el. Lorraine! Ami elemészt. Álmomban mindig egy piszkos Halloween-es nőt látok. Ott szokott állni anya ágya előtt. Démonok között. Akarod látni? Igen. Mikor elhallgat a zene, meglátod a tükörben, hogy mögötted áll. Nézd, mire kényszerített. Every day you live your life. You make sure you come straight home tonight. Ordinary. Normal. You know your mom, she gets like this sometimes. But there's only so long you can hide from the truth. Let's go in here. Larry, what is it? You didn't see that? What are you looking at? Why can I see you and no one else can? You're not a mundane. What is a mundane? Someone from the human world. Well, if not a human, then what am I? You wouldn't believe me if I told you. Mom, I'm coming home! No, 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 you can't come home. You understand me? You don't come home. I've been killing demons for over a third of my life. You killed two cops! They weren't cops! I'm the next step. Demons exist across the world in their varying different forms. I don't understand what any of this has to do with my mom. Your mother was a shadow hunter. Like him. Like you. There's a map inside your head, Clary. You are the key to our survival. What is it about her? She's different. She's gonna get us all killed. What now? I need to pick up a few things. Clary, wow, you do look different. I can't talk now, sorry. The world is ours to take. This is about more than us. Humanity is on the very brink of extinction. Chase thinks he needs to save the world. There's too many of them. But you don't need to encourage him to do it. Have a little faith. You have an incredible gift and we need you. I need you. The werewolves are here to save us. I never thought I'd say that. Paula, gyere csak! Mutatok valami nem mindennapit, egy igazi különlegességet. Jaj, de édes! Mi a neve? Húpie. Örömmel tájékoztatjuk kedves felnőtt és gyermeknézőinket, hogy a világ egyetlen fehér gorillája holnap a barcelonai állatkertbe érkezik. Apu, mit keres egy jeges medve a kifutóban?
szentséges leopárd betty. Ő nem jeges medve, ugyanolyan gorilla, mint mi. Tetszik kérni egy banán? Ez sosem fog közénk tartozni. Ez egy szörny szülött. Rajtam csak a csoda segíthet. Én is szeretnék bátyúzzá változni, de kész életveszélyen hagyni az állatkertet. Elegem van abból, hogy kilógok a sorból. Rendes gorilla akarok lenni. Különleges képessége van. Ő az egyetlen fehér gorilla a földön. Ha elmész, lehet, hogy nem térhetsz vissza. Soha. Vállalom a kockázatot. Várj meg! Tartsunk Hópihével. És barátjával, Amilurral. Hát ez meg mit jelent? Életük legnagyobb. Hópihe nem akar különbözni a többiektől, ezért boszorkányhoz fordul. Meg kell őt állítani. Elmegy a boszorkány! Nézd! Ott az a díjus! Minket üldöz! Még csak nem is biztos, hogy beválik. Muszáj neki! Nincs oda semménye! Hópihe! Hogy John Lennont idézzem! Lazíts és élvezd az utazást!